Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ezt a videó szakácskönyvet azért készítjük, hogy segítsünk az embereknek ezekben a nehéz időkben. Sokaknak jelent problémát a mindennapi betevőt előteremteni és elkészíteni. Ezekkel az apró kis praktikákkal könnyebbé teszik a dolgukat, és spórolni tudnak vele. Első főzésünk alkalmával egy egyszerű menüt készítünk. Libafarhátból készítünk pörköltet, és sárgaborsó főzeléket adunk hozzá. A pörköltnek a szaftjából elveszünk egy keveset, és abban pedig hamis gulyáslevest készítünk. Mindez nem került még 1000 forintba sem. Az első fogás ma egy pörkölt lesz, amelyet farhátból készítünk. A farhát az egyik legolcsóbb étel. Nem sok hús van rajta, de a zsír, ami rajta van, a sokkal olcsóbb, így, mint hogy elmennék és vennék hájat például. Ebből a zsíradékból, a saját zsíradékjából el tudjuk készíteni magát az egész ételt. Azon kívül marad egy kis töpörgyünk, amelyet meg elfogyaszthatunk kenyérrel, vagy készíthetünk belőle például töpörtyűkrémet. Ez az első fogásunk. A második fogásunkhoz már beáztattuk a sárga borsót, amely szintén a legolcsóbb főzelékféle, és van egy másik lehetőség, amit magában rejt, az a sárga borsot akár krémként is lehet használni, és kenyérre lehet kenni. Ezért igen, ez népszerű étel volt olyan emberek körében, akik nagyon szűkösen éltek. Előkészítettük a hozzávalókat, most jön ez a fázis, hogy a farhátat elkezdjük lepucolni. Leszedjük róla a zsíradékot. Sajnos most csak egy ilyen keskeny kés áll a rendelkezésünkre. Egyébként a széles késnek az a jelentősége, hogy nem vágjuk el a kezünket. Az éles és széles megyői kés be tudjuk ide támasztani, tehát nem a körmünkhez támasztjuk, ide betámasztjuk és sokkal könnyebben vágunk vele. És nem tudjuk ávolni az ujjukat, mivel a körmünk beljebb van. Oké? Tehát felszeleteljük a farhátnak a zsíradékát, és a saját zsíradékában fogjuk elkészíteni a pörköltet. Hagymát úgy kezdjük el pucolni, leszedjük a helyet, ezt a pici részét meghagyjuk. Ez megkönnyíti azt, hogy a hagymát szét tudjuk vágni, ne pattogjon szal a szél. Tehát ha elkezdjük vágni a hagymát, akkor így tudunk ledolgozni. Ez összetartja. Nem fog szétesni a hagymánk, nyugodtan tudunk ledolgozni, és a legvégén van egy pici részünk, amelyet akár eldobhatunk, de ha van valami házalatú nyugodtan kirakhatunk neki. Tehát ez marad meg. A többi ragyogóan széthúzható, könnyebb párolható. Következő feladatunk a burgonya feldarabolása. Meg lett pucolva, alaposan megmostuk. A háziasszonyok általában a petrezselyen gyökérnek ezt a részét leszokták vágni. Holott itt van a legtöbb vitamin és ásványanyag. Itt összpontosulnak, ami a levélből jön és ami a földből fejért, az itt találkozik. Vannak különböző eszközök, amelyeket használhatunk a pucoláshoz, de ha valaki a késsel jól bánik, akkor nem szorul rá semmiféle segédeszközre, hanem már mit meg tud csinálni késsel. A petrezselynek a zöldjének a szárát, belerakjuk a leves elejére, tehát amikor felrakjuk a leves, nyugodtan beletetjük, mert egy idő kell, hogy megfőjön. A levelét viszont csak a végén rakjuk bele, a levelre rengeteg vitamin tartalmú és ásványanyagot. Nagyon egészséges. Elsősorban C-vitamin van benne. A sárga borsó főzelék egyik alapíze szalonna. A szalonnát a rántásba fogjuk tenni, de előre leszeletelünk bele néhány darabot. Ez egy ragyogó házi szalonna. Fantasztikus illata van. Sajnálom, nem érészhetitek. Ezeket a szalonnaszeleteket apróra vágjuk, megpirítjuk, a szalonnakockákat belerakjuk a készülő főzelékbe, előre beáztattuk a sárga borsót, hogy kevesebbet kelljen főznünk. A szalonnát elvágjuk, attól függ, hogy milyen vastag, hány felé, ezt mondjuk így megteszi, tehát kb. 1 centi sikor, és vékony darabkákat szelünk belőle.
Ezeket a darabkákat egy kisebb lábosban megpirítjuk, és a belőle származó zsírt félretesszük. Tehát a rántásba tesszük bele a borsot, ugyanis a bors elég hamar elillan, a bors illata, íze, ezért az ételkészítés végén használjuk fel elsősorban. A sárgabúsó főzelébe felhasználjuk a előre összevágott vörös hagymát is, ez is megbalondítja. Abban a lábosban, amiben a pörköltet készítjük, egyelőre a farhátról levágott hájat pirítjuk, amiből lesz egy kis töpörtjünk, és a maradék zsíradékban el tudjuk készíteni magát a pörköltet. A tepertünk lassan készen lesz. Kiszedjük, tegyük egy frissen, a legfinomabb, és abban a zsíradékban, ami kisült belőle, felrakjuk a hagymánkat, és nem sokkal elkészül a pörkölt. Egyelőre ott tartunk, hogy felraktuk a pörköltünket, nem sokkal készen van a főzelék, amit már csak be kell rántanunk. A rántásnál alkalmazunk egy kis trükköt. Megpirítunk egy kis szalonnát, a szalonnát kivesszük, berakjuk a főzelékbe, és a szalonnának a zsírjában készítjük el a rántást. A rántáshoz teszünk egy kis borsot, ettől az egész sokkal ízletesebb lesz, és minimális pénzbe kerül. Miután a pörköltünk elkészült, a szaftjából veszünk ki egy keveset, ami szintén egy ízt ad a levesünknek, azon kívül a félre rakott farhátból is teszünk bele egyet, és az előre összepirított zöldséget összefőzzük. De nagyon könnyű, keremes ízű leves lesz. Ahogy levesünk elkészült, szórjuk meg egy kis petrezselymes zölddel. Mint emlékszünk, a petrezselyem szárát beleraktuk a levesbe, belefőztük a répával és a burgonyával együtt. A petrezselymes zöldet a végére tesszük bele, hogy megőrizze a vitamin tartalmát, azon kívül egészen más íze. Épp hogy csak forjon bele egyet, és nagyon finom lesz a levesünk. Garantálom. Mivel elég nagy darabokból főzzük a pörköltünket, nagyon sok szafra van szükségünk, hogy rendesen megfőjön. Békezzünk ezzel a szaftal? Legegyszerűbb megoldás, ha kenyére kenjünk, reggeli meg ragyogó, reggeli ételnek, vagy pedig a megmaradt szaftal hozzárakjuk a levesünkhöz. Egy egyszerű zöldségleves meg tudunk maradítani egy kis szaftal. Főleg, hogyha raktunk el hozzá még egy kis farhátat is. Nézzük első főzésünk alkalmával, mire jutottunk. Kevesebb, mint 1000 forintból. Készítettünk sárga borsó főzeleket, több mint 6 személyre, levest legalább 10 személyre, és készítettünk pörköltet szintén legalább 6 személyre. Ide jutottunk 1000 forintból. Kell ennél jobban főzni?